A szabadföldi szamócát ugyan egy kicsit megcsípte a fagy, de a fóliás sátorban vagy üvegházban termesztett gyümölcs kiváló minőségű és az elmúlt két év legjobb termése lehet. Nagyon jó szezonra számítanak. Térségünkben három fázisban termesztik a szamócát. Kisebb mennyiségben fűtött fóliában, ez már áprilisban a boltokba kerül, a következő a nem fűtött fóliás gyümölcs, és májustól a szabad föld is kapható lesz. A legnagyobb termesztő vidékek közé tartozik Fegyvernek és Ránkóci falva megyében, de a karcagi kiskertekben is felelhető a szamóca. Magyarországon körülbelül 650-700 hektáron termesztik a gyümölcsöt, és 8-10 ezer tonnát fogyasztanak belőle az emberek. Magyarországra általában Spanyolországból és Görögországból hoznak szamócát. Ezek keményebbek és nem annyira érettek, mint a magyar gyümölcs.